A Vállalkozók Egyesülete 3 éve jótékonykodik. Az idén a Margaréta Református óvodára esett a választás. Hoztak a gyermekeknek szaloncukrot, gyümölcsöt, és minden csoport kapott egy szép nagy tortát. Az összefogásról nyilatkozott Naszfady Endre. Abban bízom, hogy tudjuk tartani ezt a hagyományt, és jövőre is folytatni ezt. Ebben az advent időszakban azt gondolom, hogy szükség van ilyen rendezvényekre és ilyen hozzájárulásokra a vállalkozók részéről. Úgyhogy nagyon örülök, hogy most nem csak a vezetőség, hanem ugye többen eljöttek a Vállalkozói Egyesületből, de úgy láttam, hogy mindenki feltöltődött egy kicsit. Az óvónénik és a kisovodások igazán kellemes hangulatot teremtettek műsoraikkal. Sott Ágnes elmondta, hogy az ünnep után meglepetés is várja a gyermekeket. Minden évben, így decemberben az óvodásokkal vasárnap, a harmadik adventi vasárnap ünnepeljük a templom a karácsonyunkat, és egy zárt körű rendezvényt tartunk itt az óvodában, amikor a gyermekek csoportonként is megajándékozásra kerülnek. Az alapítványunk támogatásával egy nagyobb összegű pénzösszeget költenek a kolléganők, amire játékokat fordítanak a gyermekekre, és ezt egy ünneppel szoktuk megpecsételni. Az ünnep ebéddel zárult, ahol szétosztották az ajándékba kapott tortákat.